Balázs, gyönyörű idő van, nagyon szép itt a tó, amire rálátunk, és most mi vár rám? Hát most gyakorlatilag az vár rád, hogy fölmegyünk jó magasra, és 560 métert utána siklunk, és két dugóhúzó spirálon is keresztül jövünk. Repülünk? Igen, úgy 40-nel, ha az jó. Egyszer 360 fokot fordul a pálya, amikor ezt megtudom, kicsit iramba száll a bátorság, de mindenki vigyorogva érkezik. Olyan jó, nem kell kérni, hogy smile, mert az ember arca amúgy is olyan, hogy nagyon jó volt. Elég meredek ahhoz, hogy az ember begyorsuljon maximálisan. És nem fékeztünk. És nem kell fékezni. A családok egy része a közeli balatoni nyaralásról jön át a Bakonyba, és a Bob az a játékelem, ahol a legtöbb anyuka is megfordul, miután átsétál az itteni strandról, ugyanis megerőltetés nélkül jutunk adrenalinhoz, bátorsággyűjtés és indulás. A csúcsra tartunk, hogy majd lezuhanjunk. Közben az élménybirodalom panorámáját bámuljuk, míg a szem ellát. Van, aki a középkorba utazik. Mások a tóba csobbannak, direkt. Így sokkal élvezetesebb, hogyha felállsz. Vagy akaratlanul zuhannak a vízbe. Ha ezt Pap József, a Vasvármegyei Kanász fia látta volna, lehet, hogy soha nem áll betyárnak, később Sobrióskaként híresült el ugyanis, hiszen talál itt anélkül is elég izgalmat. Az adrenalin szintem az egekben. Megérkezünk a hegytetőre, itt már nincs kiszállás a Bobból. Hol vagy? Egy olyan játékelem, ahol aztán aki akar adrenalinhoz jutni, az itt tud. Aki fékez még, az is. Spirálban az a jó, hogy belenyom az ülésbe. Aha. Meg ahogy dősz, úgy meg még jobb, ha mész. De ahhoz kell egy nagy bátorság, hát, nem? Igen. Hát igen. Mikor érzed, hogy már majdnem röpülnél ki, és akkor mégsem fékezel. Igen. Igen. Maximum neki megyünk valakinek. Jajaj! Helycsere és újra támadás. Nem tudom, olvastad a szabályzatot, Andi, de a 9-es pontban az szerepel, hogy a hátulülő a felvonó időszak alatt folyamatosan masszírozza az előtte ülő hátát. Értem, ezt szabályok nélkül is bevállalom, jó? Nagyon-nagyon jó. Apa lassú? Kicsi. Igen. Szép, az előbb láttam egyébként, hogy két kislány kijött a tóból, fürögtek, beültek, mondtam nekik ellenszél lesz, úgyhogy hamar megszáradnak. Halászlé illata száll, az állatsimogatót megkerülve ebédelni indulunk. Mindjárt érkezik a halászlé. Hát figyelj, azért betyárlányok, betyárurak, azért nagyon szépen köszönjük, hát megéheztünk. Azért kell az energia ugye az embernek a fékezéshez. Oh, hello! Hello! Megcsináltuk! Súlyos is, hallod? Hát ez egy olyan 2 kilós. Ebéd után vízbe toccsanunk. Aztán megnézzük a tavat közelről. Repülünk a betyár birodalmában.
és az erdőben sétálunk is egyet. Na, hogy a fákon. Este, aztán a táborozókkal együtt, miután a turista megsütötte a szalonnáját, igazi betyár módjára hajtja álomra bobozástól megfáradt fejét.